Alig akadt szabad hely vasárnap délután a kisfárdai református templomban. Az istentiszteleten Balogh Zoltán hirdetett igét. 2011 óta a húsvéti alkotmányunkban ott van a kereszténységnek a szerepe rögzítve. A református lelkész nem csak ennek apropóján volt jelen a templomban. Ekkor adták át ugyanis a tőkésdíjat, melyel idén a volt miniszter tüntették ki. Laudációjában Gulyás Gergely Balogh Zoltán rendkívül gazdag életútját emelte ki. Mint mondta, lelkészi hivatásától a cigány felzárkózás ügyén át a konzervatív polgári értelmiség összefogásáig sokféle feladatban állt helyt. Balogh Zoltán példája bizonyítja, hogy lehet szabadságunk a hitre, a megbocsátásra, a bűnbocsánatra is. Ahogyan lehet szabadságunk a közösségépítésre, a nemzetegyesítésre, a jó és rossz közötti választásra. Szabadságunk van a szeretetre, átéltre, viszonzattanra, elfojtottra egyaránt. Szabadságunk van itthon maradni és másokat is hazahívni. Szabadságunk van alkotni és teremteni. A díj odaítéléséről döntő Tőkés László Alapítvány idén ünnepli 30 éves fennállását. Ezt az elismerést pedig 25. alkalommal osztották ki. Olyanok kaphatják meg, akik munkásságukkal sokat tettek a magyarság helyzetéért. A kuratórium tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy kik azok a személyek, akik a Kárpát-medencében a magyar nemzet tagjaként rászolgálnak erre a kitüntetésre. Hála Istennek, nagyon sokan dolgoznak, ebből eredően a kuratóriumnak nagyon nehéz feladata van, tehát nem könnyű a döntés. A következő években is már több jelöltünk van, és reméljük, hogy az odafigyelő munka után át is tudunk adni további kitüntetéseket. Korábban olyan személyek vehették át a díjat, mint Orbán Viktor, Makovecz Imre, Szabó Magda, a hétvégén elhunyt Sára Sándor, vagy az ünnepségen is jelenlévő Szabó Dénes nyíregyházi karnagy. Az idei kitüntetettet az alapítvány névadója is méltatta. A kevesebbről egyre többre jutott, többre bízta az Isten. Munka és hatáskörével együtt egyre nőtt elvégzendő munkája és felelőssége. Egyre növekedett nyája, a reábizottak köre és száma. Végezetre a kis gyülekezettől az egész ország, a nemzet egészének szolgálatáig jutott el, beleértve a külhoni nemzetrészeket. A tőkés díjmások mellett emlékplakettel, portréval és 400 000 forintos pénzbeli elismeréssel jár együtt.